Mindenkit szeretettel üdvözlök, gyakoroljunk. Javaslom, hogy az elméletet építsük be, és hétköznapi egyszerű gyakorlatokkal kezdjünk, összpontosítással, de a képalkotásban szeretném, hogyha egy kicsit mindenki tudna fókuszálni. A gyakorlat kezdéséhez bármilyen egyenes háttal való testhelyzet, de ha valakinek a jogaülés tetszik, abban is nyugodtan ülhet, sőt, tudom, hogy valaki szeret lefeküdni, ha nem alszik bele, ez is megfelel. Lábakat ne tegyük keresztbe, de szigorú más előírásunk nincs. Transzba nem kell esni, nem is annyira meditáció ez, hanem egy összpontosítás. Ez azt jelenti, hogy kitűzzük a célt, fogom mondani, hogy mit csináljatok. Akinek tetszik, nyitott szemmel is végezheti, de a kezdőknek eleinte általában mindig a csukott szem szokott megfelelni, akkor a színeket, meg a formákat jobban el tudjuk képzelni. Úgyhogy ezt javaslom. Az első a fényünknek, a lelkünk fényének a megtalálása, kiterjesztése, majd utána, és itt az ezüstfehérrel, illetve az aranyszínnel fogunk dolgozni. Hogyha egyelőre a szín nem jön, akkor csak a fény minőséget. Mindenkinek más-más az előképzettsége, úgyhogy nem kell nagyon rá stresszelni, vagy rá gondolni arra, hogy sikerül, vagy nem, vagy jól csinálom-e. A szándék kinyilatkoztatása már elindít minket azon az úton, hogy igen, én akarom ezt a változást, és én vagyok az előidézője mindennek. Hát akkor helyezkedjünk el kényelmesen. Figyeljük meg a testünket. Végignézünk egy szempillantással fejtetőtől lábig magunkon. Tudatosítjuk, hogy igen, itt ülök ezen a széken. Kényelmesen. Egy kilégzéssel akár még jobban el tudok ernyedni, hogy a test ne zavarjon, ne legyen kényelmetlen a pozíció. Alapvetően lélek vagyok. Akár felhangon is ki lehet ezeket mondani otthon. A szavak visszhangja erősíti az információt. Örök lélek vagyok. Hol van a forrásom? Honnan indulok? Hol találom meg ezt a testemben? Kell egy stabil pont. A szív az első, amely kialakul. Kapcsolódjunk a szívünkhöz. Mint egy ragyogó nap, vagy egy fénylő csillag, ez a forrás, ez a fénylő pont. Ez az úgynevezett belső képernyőnkön fényt fog hozni. Vagy meglátod a testedben ezt a belső csillagot, és tudatosítod, mert valójában ez történik a tudat szintjén, hogy ez a lelkem forrása. Ez az az első pont, amit létrehozott a Teremtő, hiszen a lélek az első. És amikor kapcsolódok lelkemhez, ehhez a fénylő ponthoz, elkezdem növelni a fényét, hogyha ez ezüstös fehérré változik. Tehát egy gyémán csillogású, ezt is használhatjuk, fény, amely kiterjeszkedik, elér a nyakamig, a bordákat megtölti, növekszik a csípőig, eléri a fejem tetejét, a lábamat, sugár irányba. Ez a fénykiáradás
már a teremtő aktív szellemem munkája. Egyszerűen csak kiterjesztem azt az örökkévaló fényt, amely bennem van. Találkozok vele a tudatos gondolkodásom szintjén is. És már, ahogy ezeket kiejtem, elkezdi az agy is észlelni ezt a belső fényt. Tulajdonképpen tanítom az agyamat, az agy sejtjeimet, hogy ne csak a külső világból érkező fényt lássa, hanem a belső fényt is, amely egyébként szellemi fény. Hozzuk létre ezt a tökéletes, ragyogó, fénylő szférát, gömböt. Magunk körül, tehát körém szervezem, benne vagyok. És akár ezt is kimondhatjuk, vagy végig gondoljuk, hogy ebben a fényben, lelkem fényében minden sejt, minden szervem az etalon minőségében van, a norma állapotában van. Pont úgy olyan, amilyennek Isten teremtette. Lelkem fényét hozom előtérbe. Ez elindít egy olyan folyamatot, hogy testszerte, akár több-több helyen fényeket kezdünk el látni. Ha valahol felbukkan egy-egy fény, valami sugárzik, lehet, hogy úgy gondolod, hogy csak elképzeled, és az nincs is ott. De ez ott van, a szellemed mindent létrehoz. Aktiválom. Tudatosítom lelkem örökkévaló fényét, amely maga, az örökkévaló egészség. Minél jobban be tudod ezt sűríteni, tej sűrűségé, vagy mint a higany, összeáll egy ragyogó, fénylő szférává, és már nem tud behatolni semmilyen más fénysugár, mert csak ez árad ki belőled. Akkor eme információs, hiszen információval dolgozunk, mely fény által terjed. Az eredendő fényt hozzuk létre. Sokan csak fényt generálnak, de vajon milyen fényt? Sokféle fény van a világban. Lelkem fényével dolgozunk. És ebben az elsődleges szellemi fényben, ebben a szférában a destruktív vonalak, események, mérgek, káros gondolatok, maradjunk előbb csak az információk szintjén, távoznak. Nem lelnek táptalajt. Valójában ez az isteni rezgés szintje. És minden, ami nem odaillő, az kirezeg, elhagy. Ahány ember annyiféle. Valaki azt érzi, hogy ez, és neki ez a könnyebb, ez az isteni szeretet fénye, mert ő Isten gyermeke, és érzi végre, hogy a Teremtő nem csak ott kint van valahol, hanem benne is figyeli. És végre az isteni szeretet árasztja el. Hiszen valójában ebben a szeretetben öngyógyítás zajlik. Úgy szeretjük magunkat, ahogy vagyunk. És ebben a védőerőben minden, ami szeretet ellenes, minden, ami most befészkelte magát, és megnyilvánult fizikai síkon. Mert minden először információs szinten zajlik, majd az energiáját átadja, és megnyilvánul a matériában. Ez lehet egy veszekedés, egy konfliktus helyzet, egy lelkiismereti probléma. Ám ha a lélek fényét emelem ki, akkor harmonizálok. Lehet szervi szintre oda irányítani, konkrétan fényesnek, tömörnek, ragyogónak látni azt a szervet, amit éppen gyógyítok.
egyetértek vele tudatommal. És az egyetértés szinkronizációt szül, vagyis elfogadom. Ez a legnagyobb megengedés a tudat részéről. Elfogadom, hogy lelkem vezérel. Átadom az irányítást lelkemnek. A szellem teszi a dolgát. Ő sűríti, ő viszi oda a fényt, ő koncentrálja. És eltávoznak, vagy átíródnak a régi programok. A régi családi minták, annyi minden van most, ami előtör az emberekből, mert ez a lélek ideje, vagy korszaka. És ez a fehér fény, amikor azt érezted, hogy ragyogóvá sűrűsödik körülötted, honnan tudod, hogy tényleg itt van? Még itt is megváltozik a tér szerkezete. Nyugalom, egyfajta megérkezés állapota. És akkor kész vagyok ezt átadni a világnak. Kiterjesztem szoba méretűvé, Budapest méretűvé, a lakhelyed városának méretűvé, egész Magyarországot körbe ragyogja ez az isteni norma. És már látod, hogy nagyon-nagyon sok ember, aki most gyakorol, ugyanígy fénylő szférákat hoz létre. Egyetlen egy gondolattal már is földméretűvé növeljük. Ebben a szférában isteni rend uralkodik. Eltávozik. Tulajdonképpen elhagyja az az információ, amely nem a teremtés szolgálja, elhagyja ezt a szférát. Mi fogjuk átalakítani isteni elsődleges részecskékké, és érezzük, ez a mi feladatunk, hogy globálisan is rengeteg ember, aki ebben a fénylő szférában van, tulajdonképpen rátalál lelke fényére. És ők maguk is árasztják ki ezeket a fénylő buborékokat. Fénylő szférák, amelyekhez nem tapadnak sem vírusok, sem egyéb kórokozók. Leperegnek, szferoid, azaz gömbszerű alakzatok, az információ felveszi ezt a formáját. Kitágítottuk, majd visszatérünk a székünkre. Ismét látjuk, hogy itt ülünk egy testben. És figyeljétek meg, néhány másodperc erejéig, hogy milyen testérzet keletkezett. Rögzítsétek ezeket a testérzeteket, ugyanis bármi történt, melegség, zsibbadás, puzzálás, kiteljesedés érzés, nagyon-nagyon sok van, ez azt jelenti, és ezzel úgymond dicsérjétek is meg magatokat, fontos a visszaigazolás, hogy az információ kapcsolatba került az anyaggal, a matériával. Ez a te munkádnak az eredménye. Anyagi szinten, és van egy még mélyebb hatása a gyakorlatnak, a megértés szintjén is. A megértés fényt szül a tudatban. Amikor a problémát már másképp látod, mert átértékelted, akkor bármikor elővelted, ezt a gyakorlatot egy perc alatt is el lehet végezni. Isteni fény, kapcsolódás, kinövesztés,
kiteljesítése, sűrítése a fénynek, ennek a szeretetnek az érzékelése. Szeretettel és hálával fejezzük be az irányítást. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.